Szegedi Kortárs Balett Coppelia és a Koncert Tangó Harmonikára és Zenekarra című előadásával indul a táncpart. A péntek esti műsor egy utazás története, amelynek célja megtalálni a szerelmet, mely feloldja a főhős magányát, értelmet ad létezésének. A magyar néptánc művészetben kiemelkedő jelentőségű darab a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Boncida 3-szor című produkciója. Ezt a műsort szombaton 19 órától láthatja a nagy érdemű. A táncpart elmaradhatatlan része Lakatos János hihetetlenül szórakoztató prezentációja. A nívódias koreográfus és táncpedagógus másfél órás tánc és kultúrtörténeti kalandozásra hívja az érdeklődőket péntek este a főtérre. Végül a már hagyományosnak számító táncházban Zsurászki Zoltán Kossuth díjas, kiváló művész és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes táncosai a főtéren mutatják meg a néptánc alapjait. A rendezvény célja, hogy a balatoni régióban élőknek, pihenőknek is megmutassa a magyar táncművészet sokszínűségét. A Nemzeti Táncszínházban Budapesten létrejövő produkciók, vagy a mi színházunkban, mi színpadainkon meglevő előadásokat Budapestről mindig nagy öröm számukra, hogyha vidékre is el tudjuk vinni. Tehát először talán az a legfontosabb, hogy jusson el a vidéken élő közönséghez, a vidéken élő emberekhez. Ebben Keszthelyen tényleg egy fantasztikus kapcsolatunk van, és tudom, hogy a keszthelyi közönség, a keszthelyi emberek mindig nagyon várják ezt az előadást. A Nemzeti Táncszínház igazgatója hozzátette, a keszthelyi táncpart arról szól, hogy a művészeti szervezés, az önkormányzat és a társulatok közösen dolgozzanak azért, hogy a táncot minél közelebb vihessék az emberekhez. A táncház, Lakatos János előadása és a Bozsik Ivett társulat gyermek előadásairól készült fotókiállítás látogatása díjmentes. A szervezők kiemelt figyelmet fordítanak a járvány elleni védekezésre a programok lebonyolítása során.